Ez a mai verseny a vers, a próza és a magyar nyelv ünnepe is egyben, hiszen mi itt ma a ti előadásotokban számtalan magyar nyelven megszólaló művet fogunk hallani. Kosztolányi Dezső, az egyik legnagyobb magyar író, így fogalmazta meg gondolatait a magyar nyelvről. Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem cseppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtéként. Kedves gyerekek, ti is, ami csodálatos anyanyelvünket ápoljátok azzal, hogy megtanultátok a verseteket, prózátokat. A verseny még el sem kezdődött, de ti már most nyertesek vagytok. Nyertetek, mert szókincseteket gyarapítottátok, beszédetek tisztaságát csiszoltátok, fantáziátokat élénkítettétek, és a szép érzéketeket is fejlesztettétek. Bármilyen eredménnyel is záruljon a mai versenyszámotokra, tudnotok kell, hogy nagyra becsüljük, hogy itt vagytok, hogy beneveztetek a versenyre, vállaltátok a többletmunkát, ami arról árulkodik, hogy szeretitek az irodalom világát. Még mielőtt belekezdenénk, engedjétek meg, hogy bemutassam nektek a zsűri tagjait, Berényi Kornéliát, Tarka Andrea igazgatónél, és Melecki Beátát. A zsűri már biztosan nagyon izgatottan várja, hogy mit fog hallani tőletek, de előtte még ismételjük át egy kicsit, hogy mire kell nagyon odafigyelnetek az előadásotok közben, mert a zsűri ezeket a szempontokat fogja figyelembe venni. Tehát nagyon fontos, hogy néz rá a közönségre, neki mond, ne a padlónak és ne is a plafonnak mondjátok, jó? Nézzetek a zsűrire is, és a közönségre is, jó? Körülbelül ide álltok majd, ugye így. Gyertek! Így egy kicsit féloldalasan álltok, jó? És akkor mondom. Szépen artikuláljatok, tisztán ejtsétek ki a hangokat, hogy minden szót megértsünk. Nagyon fontos, hogy hangosan mond a verset, ne motyogj az orrod alatt, és ne hadarjatok, jó? Ezt már nagyon sokszor hallották a harmadikosok tőlem, de most még egyszer mondom, jó? Játszatok a hangotokkal, ne egyforma hangerővel mondjátok végig. Próbáljátok meg játszani a hangotokkal, hol halkabban, hol hangosabban, ahogy a szövegnek kívánja. És nagyon fontos az arcjáték, hogy az arcotokon is lássuk az érzelmeket, amit közvetíteni szeretnétek, amit ki akartok fejezni a versetekkel, jó? Jó sok mindent mondtam, ha már a felét sikerült teljesíteni, akkor nyert ügyetek van. Úgyhogy nem maradt más hátra, mint a sok sikert kívánjak nektek, hajrá! Az első bátor Blokkos Jázmin lesz, és felkészül Kuruc Leila. Tehát te fogod majd követni a Jázmin. Mindig elmondom, hogy ki az első, és ki az, aki majd utána következik, hogy az már kicsit rá tudja hangolódni a szereplésére. A Jázmin bátorítsuk egy tapsal. Így, próbáljátok ide állni, és akkor egy kicsit a nézők felett, meg kicsit a zsűri felett. Így állnom. Nagy Bandó András, amit nem értek, nem értem Piroskát, a farkas sem értem, ezért a mamától folyton újra kérdem, miért élt az erdőben egyedül a néni, miért nem tudtak néki közellátást kérni. Miért játszott a farkas illelve nagyanyát, miért ültette elő, s miért nem az unokát, hogy fért el az anyu a farkas hasában, hogy bírta el őket anyóka vaságya? Miért kellett cipelni farkashoz a követ? Miért nem lőtt a vadász, ha ilyenkor lövet? Hogy lehet ez szomjas az ordas a kőtől?
Miért kellett levarni hátulról előről? Miért nem volt egy puska otthon a vasárban? Hogy maradt a kéve farkasunk hasában? Miért kellett farkast a két embert is enni? Amiket nem értek, egyelőre ennyi. Akkor most meghallgatjuk Kurucz Leilát, és őt követi majd Remes Dorina Fruzsina. Erdős virág, Béci, és a jégi pékség. Mi ez a nagy virág pékség? Hogy hagyni egy jégi pékség? És ez a kis idébenne, hát mi lenne? Tarka barka is finom, épp a kedvenc mafinom. Itt készítik helyben, ki gondolja a fejben, aztán köpül jó kigyúrják, vigyáznak, hogy el ne szúrják. Tesznek bele hódalát, megkenik az oldalát, felhő hátán keresztik, aztán szélnek eresztik. Forró nyári napon sütik, elkészülnek ott a sütik. Esőverik kopogós, attól olyan ropogós. Na jó, jó, de ki a pék? Ezt se tudod? Mond meg Léci, hát a Béci. Most következik Remes Dorina Fruzsina, és felkészül Surányi Légyen. Zerd Zoltán, Vadás Kréta, ismerek egy öreg asszony, igazat mondok, nem tréfák, aki egyszer a tavasztól elkérte a Vadás Krétát, és azóta, mint a tavasz, hegyre, dombra és mezőre, ő is virágokat rajzol, kemencére, terítőre. Lehet ősz is, jöhet tél is, olyan csodát tud a kréta, szart lábis gólyahírnő, sárgálik a margarita. Hadsúgok egy titkot néktek, nagy titkot, egy kicsi szóban, benne lakik a varázsra, benne minden toltartóban, minden színes ceruzában, vízfestékben és ecsetben. Ha akadod zsózsa nyílik, fa ágál a levélben, ami oda kulna tél, majd fehér virágát írja, mi ide benne szobában tavaszt írunk a papírra. Akkor meghallgatjuk Surányi Lélien, és utána követi őt az első fiatalemberünk, Szabó Ármin Bence. Osváth Erzsébet, Zsémben Zsófi ébredése. Hol azok ném, hol lehet? Megették az egeret? Már mióta keresem? Sehol, sehol nem velem. Ó, te bitang meg vagy végre, felmászott a hintaszékre. A cipőmre tettem pedig, milyen rosszul viselkedik, hát a cipőm hol van? Világgá ment nagy titokban, vagy csak bújócskázik velem? Nosza, őt is kereshetem, megvan, megvan, el sem szaladt, itt kussolni az ágy alatt. Előkerült, de hogyan? Piszkosan és porosan. Jaj, a szoknyám, rakott szoknyám, te is csak szégyent hozol rám. A földön van a helyed? Mondd! Ki tette ezt veled? A szél fújt le, vagy ki más? Nem, nem a széle hibás. Még csak be sem surranhatok, úgy bezárták az ablakot. Szép szalagom milyen gyűrök, ilyet többé el nem tudok. Miért nem ott eszítem senki? A hajamból vegyelek ki, tűvé tettem szobám, ágyam, amíg mindent megtaláltam. Mit is tegyek, hova legyek? Mennyi gondom van veletek, ti mi használ? Rendetlenek, kivasalom szalagom, libeg lobog hajamon, cipőm ragyog, mosolyog rám, leporolom rakott szoknya. Ha, ennyi munka, alig győzöm, csoda hát, zsörtölődöm. Akkor most meghallgatjuk Szabó Ármin Bencét,
illeti ki a Stella. Nézd, hogy Agnes titokbogat. A szalám is kenyerembe fogadok, hogy nem mondod, hogy mit tartok a tenyerembe. Csiklandos kis bogat barna, hat lába van seprű szarva. Nincs piros pöttyös kabátja, a napfénynek nem barátja. Amikor az este jön, ő akkor bújkinkál belül, és ilyenkor fencikázik, napközben csak lustul, mászik. Nos tehát, szabad a gazda, ne félj, nem teszem hajadba. Tart szépen a tenyered, voltak bele egy levele, és azon majd miféle lány, noha siki, elszaladt csak azért, mert meglátott te icipici cserebere bogarat. Szilasi Stella következik, és aztán következnek a másodikosok, Kuruc Tamara kezdődik a sor. Mostan, Susa, nem kell. Nem kell reggel mosakodni, nem kell sapka, nem kell szokni, nem kell nekem cipőt húzni, nem kell kabát, kesztyű, se megosztam, pláne nem. Nem is megyek sehová, se haza, se máshová, nem akarok, nem kell, mondogatom este reggel. De ha jön a fekete, áldom madamok serege, mire elszámol a kámar, lecsukják a szempillámat. Kovács Barbara a pöttyös zsebkendő. A pöttyös zsebkendőmet nagyon szeretem. Mindig előveszem, nézem, nézegetem. Nagymamától kaptam, anyuki is mosta. Illatosította, szépen kivasalta. Miért lóg az orrod? Nincs talán zsebkendőd? Kérdik tőlem gyakran a felnőttek. Azt hiszik, hogy nem örülök a pöttyös zsebkendőmnek. Nem értik, hogy én abban nem fújom az orrom, pedig mindig magamnál hordom. Este az ágyban a pálnámra terítem, megsimogatom, mellé fekszem. Még hogy orrot fújni? Abba a pöttyösbe. Ha beletrombítálnék, az orrom le is törne. A pöttyös zsebkendőmet csak szeretgetni lehet, ha nagy leszek, megszámolom rajta a pöttyöket. Sas Elizabeth következik, és felkészít Ubrus Chloét. Szent Zoltán, egyszer én a kirakatban, olyan almát láttam, mikor néztem rám nevetek, pirosan és bátran. Van nekem is egy kis almát, szomorú, nem bátor, mint a kicsi kutya, hogyha elviszik anyjától. Lehet, hogy csak gyerekalma, vágyik még a pára, tirgatgassa, altatgassa, édesanyja ága, szélfür össze, naptorolja, s ne fázzon éjjel. Szálljon hozzá egy jó csillag, s takarja be fényjel. Alma, alma, bárcsak mostan olyan csugásnak. Az én almám nem is alma, piros labda lenne. Fölhajítnám a klaporra, a falakra szállna. Bárcsak olyan alma volna, hogy labdává válna. De ha aztán megint alma lenne, azt szeretném, előbb játszadoznék féle, azután Juhász, Magda, icipici, bók. Volt egyszer egy bók. Hol volt? Hol nem volt? Szobánknak jobb sarkában magasan trónol. Szövegette a hálóját, és vígan így alul. Én vagyok a legügyesebb icipici bók. Jött az anyukámtól, seprűt hozott a kis póka, hasát fogva tovább kacagott. Felfoggathatják a lakást, de én maradok.
mert a legügyesebb kis pók csak is én vagyok. Anyu leporolt minden szegletet, de a kis pók mindig talált egy rejtek helyet. Onnan fújta a nótáját, és csak nevetett. Én vagyok a legügyesebb kis pók gyerek. Így lett én nekem barátom a pók, reggelente a fülem, de most is így dalol. Én vagyok a legügyesebb icipici pók, aki ebben a szobában valaha is volt. Barga Piara következik, és aztán kezdjük a harmadikosok során Sámson Kivérnál. Szalai Borbál a Háti kacsa. Volt egyszer egy kicsi kacsa, úgy hívták, hogy Háti. Alig bújt ki a tojásból, már is tudott járni. Piés volt a feje, nyaka, szárnya, hasa, háta, színe pedig mind a picsban, éppen ül a sárga. Háti kacsa minden reggel fölkett kakaszóra. Kapta magát, szakorázott, hogy hozta tóra. Hogy a vízbe tocsanhasson, mindig csak azt leste. Fűtött reggel, fűtött este, jól kubickolt este. Hát ennapon hát kacsa csodálkozva látja, új fehér lett hasra, háta, meg a szárnya. Addig-addig mondjak, fűtött kubickolt a tóban, amíg az a szép sárga szín lekopott róla. Sámson, hogy elkövetkezik és követi, és majd fúrsz a nélkül. Mentovics Éva, nagymamival lenni jó, velem van, ha teheti, s amit én imádok, mind ugyanúgy szereti. Ha bicajra pattanok, ott pedáloz mellettem, velem szal akkor is, mikor buksit kergetem. Együtt sütünk süteményt, úgy száll a lic, mint a hó. Porcicáktam a dászni, bele az is csuda jó. Fenn a lombok sátrában, csereszt nézek tavasszal, ő ott csücsöl létrán, mellettem pár arasszal. Nyáron, mikor tűz a nap, lubickolunk a vízben. Ő még bírnál javában, nekem le kell pihiznem. Ha aranyik már a lomb, erdőt járunk az ősszel. De ha télen szánkózunk, az se teszi férgőzzel, olyan fürge, mint a gyí, én csak tártom számat. Mit gondoltok, a nagyik talán sosem lazsálnak? Megsütt tortát, kalácsot, bármit, amit szeretünk. Távolból is mesét mond, még a neten csetelünk. Még sokáig légy ilyen fürge, vicces és vidám, tiszta szívből szeretlek, édes drága nagyikám! Most meghallgatjuk Kurz Emilit, és utána pedig Bernard Galiból következik. Mentovics Éva, a víztíj. Egyik pillanatban még híre hamba sincs. Aztán egyszer csak elkezd rángatni. Egyszerűen képtelenség ráhatni. Alattomosan, szinte orvul támad, dobálja a karod, húzgálja a lábad, s mint a hagyma, marja csípja szemed. Könnyed elered, patakokban pered. Hiába mondod magadban, győz le, elgáncsol, fellő, leteper a földre. Sikoltatsz, üvölthetsz, ahogy tőled telik. Ha arra szottyan kedve, bőget percekig. Szerintem a hiszti fura szerzet lehet. Jobban szereti, ha még kicsi a gyerek. Gondolom, könnyebben tudja mozgatni. A szülők meg lesnek. Mi ez a sok rapli? Ám ha cukorkát kapsz, fagyi vagy csoki, a hiszti hirtelen eliramodik. Leugrik rólad, mintha ott se lett volna. Többé nem kiabálsz, nem fetrensz a porba. Képtelenség rajta kiigazodni.
Nem is lehet rá más magyarázatot, a hiszti utálja, ha cukorkát kapok. Köszönjük szépen! Deák Gabor zárja a versmondó sorát az első kategóriával, és utána a prózások közül Polák Zénót fogjuk meghallgatni. Iván Magda kicsi van nagy. Petikém, húzja a szemcipődet, hiszen nagy fiú vagy már, mondja reggel anyu. Petikém, ne szűcsöl, mint a malac, hiszen nagy fiú vagy már, mondja délben anyu. Petikém, elég legyen már a tévézésű, hiszen te még kisfiú vagy. Mondja este anyu. Anyu, miért van az, hogy reggel és délben nagy vagyok, estére kicsi leszek, kérdeztem anyut. Összemegyek, mint a tej, elfogyok, mint a vajas kifli, töpörtjém, így töpörödöm, mint a zsészalom, darabok. Akkor én most kicsi vagyok, van nagy. Hol kicsi vagy, hol meg nagy. Van, amihez még kicsi vagy, van, amihez már elég nagy. Válaszolta. Szóval ezt mondta, de már sem tudtam eldönteni, hogy kicsi vagyok, vagy nagy vagyok. És akkor az első kategóriát egy prózás zárja Polák Zénó. Nográri Gábor, de nem tehetek én róla, hogy nem fehér galambnak születtem. Mi az, hogy csúnya vagyok, mint az ördög? Azért, mert tele van az arcom redőkkel, meg lebenyekkel, szemölcsökkel, sörtékkel, ráncokkal, barázdákkal, meg árkokkal. Szemtelenség! Ilyen vagyok, és kész. De tudjátok, mit mondok? A mamámnak én voltam a legszebb. És egyébként is. Az ember miből gondolja, hogy szép? Még hogy az ember szép! Babonából a szárnyamnál fogva kiszegez a kapura, hogy távol tartsa az ördögöket. Szép! Berobbantja a barlangot, ahol élek. Szép! Befalazza a padlást, ahol alszom, és sörétes puskával lövöldöz rám. Szép! Én vagyok az a vérszívó vámpír! És te kis barátom, te nem az anyám meg az apád vérét szívod folyton, hogy vegyen egy biciklit, egy játékot, vagy egy edzőcipőt. Azért még nem kell utálni a delemért, mert nem egy Madonna, vagy Claudia Schiffer. Az ijeszt benneteket, hogy éjszaka hangtalanul suhanok, és mégis úgy tájékozódom, mint repülő a ködben. És ti talán nem találjátok meg éjszaka a sötét konyhában az eldugott almás rétest. Érdekes? Az nekem semmi, bekapni egy legyet, vagy kikerülni egy vékony drótot a sötét szobában. Hogy csinálom? Óramon, számon kiengedem az ultrahangot, az visszavergődik a tárgyakról, és én már látom is az előttem lebegő akadály teljes alakját. Ilyen ügyes vagyok. Az emberek mégis üldöznek, pedig nagy butaságot csinál, aki engem bánt. Egyetlen éjszak alatt 700 rovat, szúnyogot, vándorsáskát fogyasztok. De megeszem a rákcsálókat is, az egeret, a mezénkockot. Tudod te, hogy mennyi gabonát meg gyümölcsöt mentek meg itt? Ha mondjuk egy rovar, egy egér, csak 10 forint kárt okozhatna egy év alatt. És én bekapom. Tudod, hogy az évente mennyi haszunk? Majd számíts ki egyszer, ha be tudsz szorozni 7365-re. Ez biztos! Az ember nem egy hálás állat. Pusztít, ahol ér. És ha véletlenül is betévedek a szobába, sikoltozni kell, mert azt hiszi, hogy a hajába ragadok. Ragadjon az ő hajába a szomszédasszony meg a légpapír. Engem ne csapkodjon bottal. Én Magyarországon vélet vagyok. Nem úgy, mint a Sós Bence, akit bármikor felképelhet az apja. Engem nem szabadna bántani, megfogom magam, és kipusztulok.
Aztán kapkodjon be egyetlen éjszak alatt 700 rovat, az a Billy fülüldeső, aki vadászik rám. Azt képzeljétek el, hogy velem kiszoroztatta a matematikán. Most már tudom, hogy miért. Aztán valami fogja őt meg. Géó Katalin, bujkál az okni. Hová tűnt az okni? Sehol sem találom. Keresem, nem lelem. Hol lépték, nem sértem. Itt van a pöttyös, itt van a sárga. De a csillagosnak nincsen meg a párja. Valaki elcsente? Valaki eldugta? Merre vagy te, kedves csillagos zoknicska? Iskolába így hogy megyek? Vagy esetleg felemált zoknit vegyek? Kedvenc zoknicskám, ne bosszants engemet, tudod, hogy mennyire szeretlek, mennyire kedvellek. Ha megtalállak, nyakon csíplek, többé áll nem ereszlek. Kedves kis csillagos zoknicskám, légy kedves én hozzám, ígérem, ha meglellek, pároddal együtt a fiók leszlek. Vallai Karin következik, és felkészül Zsinek Liana. Vesztergom Andrea, nem kislányok titkai. Mostanában annyit mondják, hogy már milyen nagy vagyok. Pedig néha, hogy untatnak a százszor hallott mondatok. Deckét írni, rendet rakni, a játék is várhat, jó? Mindenkinek megfelelni. Néha olyan fárasztó. Anya pedig nagyon kedves, a türelme végtelen. Nem is értem egy emberben ennyi jóság, hogy terem? Tanár néni sokszor mondja, vártam könyvet olvasnánk a helyet, hogy folyton bújjuk Violetta honlapján. Pedig sokan úgy gondoljuk, hogy az nagyobb élvezet, ha az ember matek helyett rendi cuccot nézeget. A fiúkról néhány szóban többet nem is érdemes. Az éretlen korszakuknak egyszer talán vége lesz. Névtelenül írogatnak, szünetekben megvárnak, azt gondolják, hogy ez tetszik egy ilyen komoly nagylánynak. Forgolódnak körülöttem némennyien elgyötört. Állítólag én miattam néhány cím már összetört. Apa szeme mindig rajtam a karat edzésen, azt hiszi, hogy nem is sejtem, minden srác a féltéken. Nagyjék csak csodálkoznak, ha rajtam ma mehetnék, pedig bárcsak minden héten piknikpartin lehetnék. Egyre nagyobb kislány leszek, néha kemény a korszak, pár év múlva nehéz dolga lesz a szegény tesómnak. Liana. Orgovány Janikó, zeneiskola. Hely a zeneiskola, az aztán a csoda. Oda jár a hegedű, meg a zongora. Gordonka, a tanárnő, belép az osztályba, s kezében a vonója, mint egy varázspálca. Figyeljetek, gyerekek! Kezdődik az óra, nyújtózik a harsonak, jó tanuló módra. Illeg-villeg a gitár, nem megy még a lecke, megszólalak. Megböki a fugola, vicces most a kedve, megszólalak Lali, köszönni torkát. Rákontráz a trombita, elnyomja a hangját, nagyot rájuk morog a fuga. Csücsöríti száján. Hol az összhang, gyerekek? Figyeljünk egymásra. Nagyot mordul a nagy dob, döngeti a taktust, összecsap a cintányér, élvezi a ritmust.
Zeng az egész iskola, mint fasban a méhek, s kezdődhet már a koncert, szárnyalhat a lélek. Varga Pari és önkereti Sasdó Bránka. Anyu kérdez, apu faggat, ellenőrzőt hová raktad? Ezt kérdezik napok óta, unalmas már ez a szófa. Nem találom, mondtam bátran, ott maradt az iskolában. Vagy a padban felejtettem, vagy útközben elvesztettem, vagy a cica vihett el, próbálkoztam olyan trükkel. Tegnap bebújt a táskámba, mérges is lettem a csodára. Lábammal dobbantottam, ki is ugrott onnan nyomban. Így ellenőrzöm, csak elvitte, ennyi vajon hová tette. Így csoroltam egyre tovább, keresve a rejtély okát. Anyu hallgat, jaj de ciki, tudja, hogy füllentek neki. A szobába abba lépett, vágtam csodálkozó képet. Ellenőrzöm, ott volt nála, szőnyegen megtalálta. Na majd elvenem a cicát, beírt neked egy szekundát, mondta a bunagy mérgesen. Rögtön eltört a mécsesem. Ne verjétek meg a cicát, nem ő adta a szekundát. A tanítónénitől kaptam, mert az órán rosszalkodtam. Apu és az anyu nevet. Örülünk, hogy jó a szíved, ne félj, nem bántsuk a cicát. De javíts ki a szekundát! Köszönjük szépen! A Sas Bogránka következik és felkészül téged, Anikó. Zsénagy Lajos, ébresztő. Ilyen kora reggelem, mit akar a vekkerem? Csire, csörö, csörgedez, mint egy bolond, olyan ez. Fejem fölött a paplan, muzsikáját ne halljam. A szemem leragad, ó, vigyen vekker a manó. Annyi szépet álmodtam, emit voltam, ott voltam. Láttam piros törpéket, csilingelő körtéket, nagy fákat és kis fákat, ravaszkodó rókákat, muzsikáló majmokat, táncoló virágokat. Láttam ezt és láttam azt. Hóban virító tavasz. Bejártam hét országot, ettem finom tortákat. Lent jártam és fáncáltam, fácánokkal kártyáztam. Malmoztam és sakkoztam, karkobot bemattoztam. Éppen Irkutszkba értem, s a vekkerem jött értem. Most itt csörök, csikorok, fülem rágja, vicsorok. Kiukad a paplanok, ha még tovább hallgatom. Meghallgatok téged, amikor, és aztán végül egy dolgok lehet. Révényi Erika, boldognak lenni. Boldognak lenni, örülni. Mit jelent? Valamit érezni, vagy szárnyalni késztet. Szökelve szaladni a tavaszi réten át, nem taposva el a virágok illatát. Hátunkon feküdni a zöld fű bársonyán, kezünket széttárva, hogy ölelésre vár. Karunkba zárni az egész eget, a napsugarával kötözve meg. Testünket érezni, mint levegő buborék, mely a felhőkön pihenve áradhatna szét. Lebegni egy gyönyörű nagy tóvizén, tudva, hogy nem ragadhat el a mély. Önfeledten táncolni az utca közepén, szédülten forogni a hegyek tetején. Ismeretlen embereket a karunkba zárni, zavart pillantások csak nevetve csodálni. Magunkkal hívni, hogy szép a világ, ha érezni akarja, belünk élheti át. Kérés nélkül, adni szüntelenül, kérdéseket nem hagyva válasz nélkül. Boldognak lenni, csak annyi, érezni, Isten szeretetét magunkba zárni. De van egy másik boldogság, mely más utat jár. Nem kifelé mutat, a szívekig meg sem áll. Nincs rohanás, nincs tánc vagy nevetés, csak apró rezülés, boldog remegés. Az arc ekkor már nem a mosolytól szép, hanem a sírás, természetessége az ég. Könyv az örömet patakká formálja, minden cseppjében Isten áldása. És amikor szinte mindez már fáj, az igaz boldogság
rám akkor talál. Dékán Dorka zárja a versmondók sorát, és akkor Schmidt Donát pedig megkezdi a prózát. Kántor Péter a könyves polc előtt. Az ördög súgta nekem egy napon. Vagy egy túlbúzgó angyal inkább. Igen. Egy olyan, aki folyton terveket sző az emberek javára. Állítólag. Ne halogass tovább, súgta az angyal. Mire vársz? Egyszer meg kell tenni úgyis. Gyerünk, selejtesz ki a könyveit. És neki veselkedtem, mint Toldi Miklós, annak a rácsegő könyves polcnak. Megpróbáltam kiselejtezni a könyveimet. Muszáj, gondoltam, még ha nehéz is, de mégis a jövő érdekében, hogy legyen helye a jövőnek, hogy tudjam hova tenni, ha jön. De hiába előködtem, nem sikerült. Nem tudtam kiselejtezni egy darabot se. Talán mindennyire tetszett azért. Á, nem. De ahogy beleolvastam ebbe is, abba is, amabba is, elkábultam és megszédültem. Rám tört a gyengeség. Mert bevágott akár tavaszi fáradtság. Az a sok fohász, sok akarás. Nyomot hagyni, valamit nyomot hagyni. De hát muszáj nekem választani dadogás és dadogás között. Ugyan hagyd a csodába az egészet, súgta fülembe az ördög. Nincs jobb dolgod, nincs fontosabb. Ne törődj a selejtezéssel, majd megteszi helyetted valaki más. Bízd a holnapra a holnapot. Nem muszáj folyton választani, kergetni folyton az igazságot, minek gyötörnéd magad ezzel. Majd megpróbálod egyszer máskor. Körülöttem könyvtéglahegyek. Bontási terület? Építési? Szeretnék beköltözni egy toronyházba? Egy kertenyíló nyárnakba? Meghúzodni a hideg elő? A meleg elő? Ajtót nyitni? Mit szeretnék? Nagy, tágas teret? Lerogni? Felpattanni a tükör előtt? Extempore. Ó, mennyi blabla! Beleolvastam ebbe-abba. Arcok villantak fel előttem. Láttam kíváncsi tekintetet, csillogó és zavaros szemet. Örök fiatalt, görnyed hátat, mesztelen mellett mezít lábat. Lázadót és szimpla hőpörgőt, hajlékkereső hajléktalant. Láttam bohócot, didergő dívát. És elkábultam, és megszédültem. És visszadondostam minden sorba, oda, ahol eddig is voltak. Egymás gyűrve, taszítva, szítva, egymás hegyén, hátán szorogva. Abban a poros örökletben, azon a recsegő könyves boxon. Schmidt Donát következik és felkészül Dékán Konrád. Antoine de Saint-Exupéry, a kis herceg. Akkor jelent meg a róka. Jó napot, mondta a róka. Jó napot, felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit. Itt vagyok az almafa alatt, mondta a hang. Ki vagy? Kérdezte a kis herceg. Csinosnak csinos vagy? Én vagyok a róka. Gyere, játsszál velem, javasolta a kis herceg. Olyan szomorú vagyok, nem játszhatok veled, nem vagyok megszelídítve. Ó, bocsánat, mondta a kis herceg. Némi tűnődés után azonban hozzátette. Mit jelent az, hogy megszelídíteni? Te nem vagy te valósi, mondta a róka. Mit keresel? Az embereket keresem, mondta a kis herceg. Az emberek, mit jelent az, hogy megszelídíteni? Az embereknek, mondta a róka, puskájuk van és vadásznak. Mondhatom, nagyon kellemetlen. Azon fölül tyúkot is tenyésztenek. Ez minden érdekességük? Tyúkokat keresel? Nem, barátokat keresek. Mit jelent az, hogy megszelídíteni? Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek. Kapcsolatokat teremteni. Kapcsolatokat teremteni? Úgy bizony, mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a több száz meg százezer. És szükségem sincs rád,
ahogyan neked sincs én rám. Számodra én is csak egy ugyanolyan róka vagyok, mint a több száz meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon, és én is egyetlen leszek számodra. Kezdem érteni, mondta a kis herceg. Van egy virág, az azt hiszem, hogy megszelídített engem. Lehet, mondta a róka, annyi minden megesik a földön. Köszönjük szépen! Dékán Kondrát felkezik és felkészül Valian Gabriella. M. Kácsor a Zoltán, Relax a T-Rex. Relax a T-Rex a dínódombok egyik távoli barlangjában él, a Szaurus szigetek egyik távoli, eldugott kis barlangjában. Rettenetes méretű fogaival és vérszomjas ábrázatával olyan ijesztőnek tűnt, hogy senki sem mert a közelébe menni. Egyedül Kunyi a keselyű barát hozott vele, aki Rilex szájával lakott. Rilex azonban nem tartozott az átlagos tiátszer közé. Igazán leteríthetnél végre egy megtermett triceratopsot, mint a többi normális T-Rex? Unszolt a Kunyi Rilexet. De a T-Rex hajtalatlan volt. Ő inkább hatalmas kertet épített, ahová zöldséget, gyümölcsfákat és szőlőt ültetett. Már megmondtam neked, Kunyi, oktatta a kis keselyűt. Ha nálam laksz, be kell élned zöldséggel, szőlővel, almával és magyaróval, mert én egy lénynek sem szeretnék ártani. Kunyinak rá kellett döbbennie, hogy pehére a világ talán egyetlen békés Tyrannosaurus Rexének a szájába költözött. Relaxel a T-Rexel azonban más gond is akadt. Minden nap legalább kétszer elsírta magát bánatában. Miért nem akar velem barátkozni a többi dinoszaurusz? Búslakodott. A hatalmas és félelmetes fogaid miatt. Jött Kunyitól a válasz. De hát mit csináljak, ha egyszer ekkorára nőttek? Olyan keveset eszel, hogy akár ki is húzhatnád őket. Ha nem lenne fogad, biztos nem félne tőled senki. Azzal bevágta maga mögött az ajtót, pontosabban Rilexáját. A hatalmas T-Rex egy nap nekiveselkedett, és tényleg kihúzott párat a félelmetes fogai közül. Azzal a közeli T-Rex láb nevű tavacskába pillantott, amit olykor-olykor mosdótálnak és tükörnek is használt. A tó tükréből egy sokkal barátságosabb Tyrannosaurus Rex pillantott rá. Rilex örömében azonnal útnak akart indulni, hogy kevesebb foggal végre barátokat szerezzen. Reggel azonban meglepetten tapasztalta, hogy a kihúzott fogai helyére újak nőttek. Ez rémes! Kiáltotta fel. Elfelejtettem, hogy a T-Rexeknek mindig újra nő a foguk. Akkor talán csikold le őket? Mondta Kunyi az újabb választ, akinek már kezdett megfájdulni a füle a sok sírás rívástól. A következő hetekben Rilex szinte mindent kitanult a fogászmesterségről, de a húsztus T-Rex fogai azonban mindennek ellenálltak. Azzal feladta a harcot és újra sírva fogott. Miért nem akar? Már sosem lesznek nekem barátaim. Hát én már senki vagyok? Kérdezte felháborodva Kunyi. Ne haragudj, kedves Kunyi, de én dinoszaurusz barátokat is szeretnék.
Kunyi éppen valami olyasmit akart válaszolni, hogy én is sok mindent szeretnék, de hát a torkának adta szó. És néhány méterre tőle egy idegen dinoszauruszt pillantott meg. Tessék, itt egy dinó, akivel barátkozhatsz. Az idegen dinoszaurusz egy velociraptor volt, aki legalább olyan keservesen sírt, mint Rilex. Minden dinoszaurusz bőgő masina, jegyezte meg Kunyi. Rilex óvatosan a velociraptorhoz sétált, és megkopogtatta a hátát. Szia! Tudunk valamiben segíteni? A jövevény a fogaira mutogatott, és újra sírva fakadt. Rilex kivette a szájából Kunyit, és egymásra néztek. Na lássuk csak, mi itt a probléma. Azzal kinyitotta a bömbölő velociraptor száját. Aha! Lyukas a bal felső négyesed. De ezen állapította meg. De ezen ne bánkódj, könnyen tudunk segíteni. Azzal elszaladt, és nem sokára egy hatalmas harapófogóval tért vissza. Megragadta vele a velociraptor bal felső négyesét, és egyetlen határozott mozdulattal kiáltotta. Nini, még egy szuvas fog. A raptornak annyi ideje sem maradt, hogy azt mondja, áú. A lelkes T-rex ezt a fogat is kihúzta, és még egyet, és még egyet. Órákon át keményen dolgozott azért, hogy valamennyi szuvas fogat kihúzzon. Leült egy hatalmas sziklára, megtörölte homlokát, készen vagyunk, jelentette ki. Most pedig Marian Gabriella következik, és felkészül a kategória utolsó versenyzője korábbi. De ez Meadows, a táncoló esernyő. Hű, de ruhog! Kiáltott fel Lili, miközben felvette a gumicsizmáját. Gyere, vigyük be az állatokat a pajtába. Jó ötlet! Szólt Luca. Majd fogta piros csíkos esernyőjét, és kisietett a barátnőjével az esőbe. A segítő mancsállatkórház kisbetegei egymáshoz bújtak a ketrecseikben. A kórházat Lili szülei alapították, és a lányok mindig örömmel segítettek, amikor csak tudtak. Megfognátok a kis rókákat? Kérdezte Lili anyukája a lányokat. Nem nagyobbak, mint a tenyerem. A rókakölykök vidáman birkóztak, hancúroztak a sárban. Lili benyúlt a ketrecbe, hogy megfogja az egyik csulamvizes állatkát, de az kisiklott a kezel közül. Nagyon élvezik, hevetett Luca, amikor a másik róka is kisúrant a markából, és egy hangos csobbanással belevetette magát a kocsijába. A lányok végül elkapták a csintalan kis rókákat, és bevitték őket a meleg partjába. Épp kiléptek, amikor egy aranybudás cica közeledett feléjük a kertben. A szemének olyan színe volt, mint a nedves fűnek. Bizú! Kiáltottak a lányok egyszerre. Ez azt jelenti, hogy visszamegyünk a barátságerdőbe, örmelezett Luca. Lili szíve hangosan kalapált izgalmában. A barátságerdő varázslatos hely volt, ahol az állatok kis házukban laktak, és tudtak beszélni. A legjobb azonban az volt, hogy Lili és Lucán kívül senki sem tudott róluk. Remélem nem azért hív, mert Griselda a boszorkány bajt kevert, jegyezte meg Lili, amint végigmentek a cicához. Szával a kerten, és a patak lépőkövein áthaladva kiértek a csillámos égre. Ha igen, oda megyünk és megakadályozzuk, jelentette ki Luca. A macska magát egy vén kiszáradt fánál, ami hirtelen életre kelt. Egy parányi ajtó jelent meg izzó szikrák között. Levél alakú klincse volt, és amint Luca lenyomta, az ajtó azonnal kinyílt. Aranypény áradt ki bentről. Készen állsz? Kérdezte Luca. Igen! Válaszolta a barátnője. A lányok megfogták egymás kezét, és amint beléptek az ajtón, furcsa bizsergést éreztek a bőrükön.
Amikor megfordultak, látták, hogy virul előttük a lánsában. Mosolyogva magukhoz ölelték. Csak nincs valami baj, kérdezte Luca, amikor elengedték egymást. Biru felsóhajtott, de sajnos van. Bozon belint látta, hogy Griselda a Varázshegy körül ólálkodik. Elárulom nektek, hogy a Varázshegyen készül a barátság erdő bűvereje, és Griselda el akarja csenni a szerszámokat, amik a varázs készítéséhez kellenek. Már háromszor megpróbálta, de eddig még mindig sikerült meghiúsítanunk a tervét. Úgy érzem, megint mesterkedik valamiben. Segítenétek? Lili és Luca egymásra néztek, és bólintott. Persze! Móra Ferenc, Tükrös Kata. A szeme szelíd kék volt Tükrös Katának. A haja puha volt, mint a selyem, ragyogó, mint az arany. Azt is megmondom, miért hívták Tükrös Katának őt. Ha kinyitotta az ablakot, mindjárt azt nézegette az üvegében, illik-e a kék szalag a hajába. Ha tejet forralt a konyhán, nem bánta, ha kifut is, csak megláthassa magát a kék mázos lábosban. Soha ilyen tükrösködő gyereket! Porolt az anyukája. Nem csoda, ha Verebek is Tükrös Katának hívnak. Azt meg ki sem lehet mondani, hogy mit csinált, amikor az új tavaszi kalapját megkapta. Igaz, hogy azt sem lehet kibeszélni, micsoda szép kalap volt az. Olyan vadrózsabimbók voltak rajta, hogy a vadrózsabokron sem nőnek különbe. Sorra járta a tükröket, levette a kisfali tükröt, de még a részkilincset is megkérdezte. Tükör, van-e nálam szebb? Kis tükör, nagy tükör, részkilincs, vaslábos mindazt mondta. Soha ilyen szépet! Ahogy a konyhajtóba kiállt, Liba azt gágogta. Kakas azt kukorékolta, de Kata ügyet se vetett rájuk. Csak azon törte a csöpp fejét, miben nézhetné meg még magát. Nyisd ki a szemed, kutyus! Rúgta meg az öreg pajtás kutyát, aki a küszöbön szundikált. Hadd látom meg magamat benne! Pajtás megrázta kócos bundáját, és haragosan rámordult. Mire az a nagy tükrösködés, hékám? Lám, én sose nézek tükörbe. Mégis nagy a becsületem a háznál. Tükrös Kata nem is hívatta magát. Egyszeriben ott termett a hordónál, és belekukucskált a vízbe. Lám, milyen szépen lengenek a rózsabimbók a kalapján. Öröm nézni, hogy göndörödik ki alólad aranyhaja. Jaj! Hát, ha még a sejem szalagot is megláthatná a nyakán. Én már látom az enyimet, kérkedett a tilmos cica. Most már én is látom az enyimet, mondta volna Tükrös Kata, de annyira belehajolt a hordóba, hogy belepottyant a vízbe. Azt ugyan a fejére nem teheti többet senki ki. Azt ugyan a fejére nem teheti többet senki kislánya. Jó szerencse, hogy a pajtás kutyus odaugrott, és megkapta a szoknyácskáját. Így csak a fejét mártotta meg a vízben, de a rózsabimbós kalapnak az is egészen elég volt. No de volt is nevetés a háznál. Még a libák is, meg a rucák is nevettek.
Gigágá! Háp, háp, háp! Beleesett tükröskata a vízbe. Kislányok, ti még nem estetek bele a vizes hordóba? És akkor most már ilyen felállásba folytatja a munkát a zsűri, és akkor a harmadik kategória verseseivel kezdjünk. Barba Lili kezdi a sort, és őt szereti Norvai Emma. Petőfi Sándor, szeptember végén. Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldül a nyárpa az ablak előtt. De látod amottan a téli világot? Már voltak a rál a bérci tető. Még ifjú szívemben a lángsugarú nyár, s még benne virít az egész vigyelet. De íme sötét hajam, őszbe vegyül már, a téldere már megüti fejemet. Elhull a virág, elriamlik az élet. Ő, hívvesem, ülj az ölembe ide, ki most fejedet keberemmel téved le, holnap nem ummolsz a sírom fölibe? Oh, mondd, hallok-hallok el, te temémnek könnyezve borítasz a szenvedelet. S rábírhat-e majd egy ifjú szerelme, hogy elhagyod érte az én nevemet? Ha eldobod egykor az özvegyi fátyolt, fejfámra sötét a bogulak az, én feljövök érte a síri világból, az ég közepén, s oda leviszem azt. Letörleni véle könnyű, meg érted, ki könnyedén elfeledét hívedet, s a szívsebeit bekötőzni, ki téged, még akkor is, ott is, örökre szeret. Szóval következik Morvai Emma, és őt követi Janki Idalilana. Vörös Sándor, öregek. Oly árvák ők, mint az öregek. Az ablakból néha elnézem őket. Hogy vacogó szélben, gajjal a hátukon, mit cipekennek hazafelé. Vagy tikkat nyárba, a tornácon, hogy üldögélnek a napsugárba. Vagy téli estén, a kályha mellett, hogy alusznak jó ízűen. Nyújtott tenyérrel a templom előtt úgy állnak búsan, s csüggetten, mint hervadt őszlevél a sárga forban. És az utcán bottalban dukolnak, idegenül néz a napsugár is, és oly furcsán mondja minden ember. Jó napot, bácsi! A nyári nap, a téli hó, őszlevél, tavaszi friss virág. Mindaz dalolja az ő fülükbe. Élet, katlanba régi étek, élet, szekéren régi szalma, élet, gyertyán lefolyt viasz, téged megettek, téged leszúrtak, te már elégtél, mehetsz aludni. Olyanok ők, ki mint utazni készül, és már csomagol. És a ag kezük játszik egy szőke gyerek fején, tám fáj, ha érzi, hogy e két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincs szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű, álmos, leláncolt rabok, 70 nehéz év békó karjukon. 70 év bűn, baj, bánat, 70 nehéz évtől leláncolva várják, hogy egy jóságos kéz, egy rettenetes kéz, egy ellentmondás nem tűrő kéz parancsa vár. Na, gyere tedd le! Köszönjük szépen! Janki Idalina következik, és felkészült még Zsófi. Vas Albert, a vers. Nem úgy fakad a vers, ahogy ti gondoljátok. Nagy véres harcok árán, bús, könnyes csókok árán. Nem úgy fakad a vers. A vers csak születik, mint ahogy születik a szél, vagy a virág, vagy a falevél. Szellő a vers, s én azt hiszem, a végtelen küldi bele nekünk világ, világon bűvös illatát, s amint szívünkön lopva illan át, lepergeti az érzés szirmokat. Alkony felé egymásnak furcsa kékes titkokat, hegyek üzennek így.
Mikor a vers fakad, egy pillanatra minden más megáll. Csak alig-alig dobban a szívünk, mint a patak, akit a tél medre zár. Egy pillanat. S lelkünkön lápújhegyen megy át, egy messziről jött csendes idegen. Tavaszi szél oson néha így, az alvó ligeten. Konyik Zsófia következik, és önkör a diszkópizmájára. Karinti Frigyás, nem mondhatom el senkinek. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni, szájon és fülön, mindnyájatoknak, egyenként, külön. A titkot, ami úgy is egyre megy, és amit nem tudhat más, csak egy, meg egy. A titkot, amiért egykor titokban, világra jöttem, vérben, s mocsokban. A szót, a titkot, a picin csodát, s hogy megkeressem azt a másikat, s fülébe súgjam, add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Mert már félig ki is bukott, tudom, de mindig megrekedt a fél úton. Az egyik forró, s piros lett tőle, ő is súgni akart. Csók lett belőle. A másik jégédelmet megfagyott. Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett hitetlen. Nevetni kezdett, s én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek, ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben, meg nem jelen, se borban és kenyérben. Hiába vártam Sóvári Rigen, nem jelentetett rá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, hogy fájt, mikor csúfoltak és kínoztak, és sokszor jobb lett volna lenni rossznak, mert álom a bűn, és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság. Hogy itt vagyok már, és még itt vagyok, s tanúskodom a napról, hogy ragyog. Nem voltam jobb, se rosszabb senkinél, mégis a legtöbb ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, elmondom én, elmondanám, de béna a kezem, s dadog a szám. Elmondanám, az út merre vezet. Segítsetek hát, nyújtsatok kezet. Emeljetek fel, szólni, látni, élni. Itt lent a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam, s nincs harangom. Itt lent a porban rossz a hangom. Egy láb a mellemre lépett, eltaposta. Emeljetek fel a magosba. Egy szószéket a sok közül kibérelek. Engedjetek fel a lépcsőjére, kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd, nem én. De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt nektek, kiket szerettem áldván tátott szemmel csodára várom. Amit nem mondhatok el senkinek, amit elmondok hát mindenkinek. Vörös Sándor, az éjszaka csodái. Részlet. A város vég itt csupa szürke ház. A részegekre angyalka vigyáz. S a villanyfényben, mint aranykehelyben, alusznak a tűzfalak, háztető. S a sorompón túl ében színlepelben zizegnek a láthatatlan mezők.
a messzeség öblén pár pisla fényig. Mögöttük nyugodt mélység a sötétség. Te! Ha hiszed, ha nem hiszed, úgy szeretem a nevetésedet, mint kinn ezt az éjszakát. Lámpavilágos éjszakát. Aranykor málik az év válláról, s szemközt a sarkon a cégtábláról furcsán szökken a pentameter sor elő, Tóth Gyula válogos és vízvezet égszerelő. A nevetésed is ilyen volon. Mindenre írik és semmit sem mond. Üldögélünk csendesen, két jó gyerek rendesen. Eszi kocsma zene halszik, a környéken minden alszik. Az alkóban odát, mélyen alszik a lyukát. És a szomszédban a vakos néni, ferdeszájú vigláb néni, Balogh úr a vasutas, imádult a kisinas. Alvó lélek, húsz a tájon, álmodom, mint pókfonálom. Hús, hús, föl a légbe visz az út. Tág a lég, tág az út, tág a lég, tág az út, hozd az örömet, hozd a bút, hozd az örömet, hozd a bút. Hús, hús. Nézd, a ház, mint a felhő, fénycikáz, mozdul, mint a barna béka, vele mozdul az árnyéka, és belőle alvó lelkek párolognak, légbe kelnek a kéményből, mint a füst, az ereszről, mint ezüst, száll a kövér vakos néni, deszkavékony vigláb néni, és köröttük nagy sereg, libben szökken hempereg. Vigláb néni pecces módon sétálgat a sürkönt rúton. Krinolin a lyukas hordó, kezében egy napra fordó. Vékony nyakán férfi gallér, oldalán egy szép gavallér. Vigláb bácsi nagy kesergő, kuporog egy lámpárnyő. Nézi pályát. Lássa, kérem! Parádéra megy a pénzem. Nekem pohár sörre sincsen. Neki fodrász. Ruha. Minden. Én megmondtam már ezerszer, hogy hibás a mai rendszer. Államreform kéne réget. Persze nem hitték. Na tessék! Adó, lakbér. Nem csekéség. Öt gyermekem van, kérem! És erre-arra az alvó csapat potyog a falról, mint a vakon. A villanyfényen átdereng az ég, s a városon túl látszik a vidék. A dombok gyengéd rajzba háta, és elcsitul az alvó karneválja. Jön a söprőgép tompa morallyal, mögötte a hajnal fut lobogó szőke hajjal. Csörömpöl a reggel, száll a fény, és az éjjel tág csodát, ezt a fura micsodát ketten láttuk. Te, meg én. Köszönjük szépen! Virág Laura következik, és utána már Rózát hallgatunk, Szubacsán Veledámiától. Bocsánat, nem? De. Arai Gábor, bizalom. S ha százszor is becsapnak, és ezerszer csalódom abban, kinek szívemet, mint álmából a rózsát, kitakartam. S ha éppen az árul el, kit életemmel fedeztem én, s a tulajdon tudom tagad meg. S ha nem 30 ezüstért, de egy rongy garasért adnak el engem barátaim. S ha megcsal a reménység. S ha kudarcaim térdre kényszerítenek, és elátkozom már, hogy megszülettem. S ha csak a bosszút izdalja a hála híveimben. S ha rágalom kerít be. Akkor sem mondom, hogy nem érdemes. Akkor sem mondom, hogy nem érdemes hinni az emberben. Akkor sem mondom, hogy megélek magam is, néptelen magányban, mert irgalmatlan az élet. De csendes szóval
eltűnődve mondom. Bizalmam sarkig kitárt kapu. Nem verhet rá lakatot a gyanú, ki bejár rajta bárki, szabadon. Egy besurrant csaló tiszteletére nem állítok őrséget 10 igaznak. Ki tegnapi gyöngeség bemocskolt, ma megtisztálkodva betérhet újból. Ki két élő késsel jött ide ma, köszönthet holnap tiszta öleléssel. Nem, nem a langyirgalmat hirdetem. Nem hirdetek bocsánatot a rossznak, kegyelmet a hazugnak. Nem tudok mentséget a könnyes képmutatásra, s az öngyilkos szemvágés gyűlölöm, akár a nyers önzés orvtámadását. De hirdetem, hogy bűneink mulandók. Mint a mamut és az ősgyík, a múltba porlad a gyűlölet és a gyanakvás. Dühünk lehűl, csak szerelmünk örök. S halandó gyalóságai között csupán maga az ember halhatatlan. Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen irgalmas vára bizalomból épül. S az önmagával vívott küzdelemben csak jóság szolgálhat menedékül. Köszönjük szépen! Huba Csável Dániel következik. És a végén a verseny zárja Liálóra. Vas Albert, a konda, ahogy az összetartás erejéről. Tudják, én szegény fiú voltam. És gyermekkoromban édesanyám elszegődtetett a községhez, disznópásztornak. Maguk most nevetnek, pedig a disznók előtt megemelheti a kalapját minden ember. Tudják-e, milyen jó szándékú, becsületes állatok azok? 3 éven keresztül jártam ki a legelőre velük. Tavasztól őszig. Megismertem őket. Hűségesek, tisztességesek. Értik? Szerettek engem. Pedig én nem is voltam disznó, csak ember. Egy őszön makkoltatni küldtek föl a hegyekbe. Akkor történt, hogy farkasok kezdtek leselkedni a kondára. Volt a rám bízott állatok között egy, amelyik mindig külön járt a többitől. Egy rühes, sovány kis süldő. A többi nem tűrte meg maga között, mert hogy maga lápiszkított fektiben. Mert a disznó nagyon tiszta állatám. Tudják-e? Az elveri magától az ilyet. A konda szégyene volt ez a süldő. És éppen erre mentek rá a farkasok. Reggel történt, alig valamivel virradat után. Éppen kitereltem a szállatokat a rétre, és álmosan dűtöttem neki a fejemet egy bükkfának, amikor meghallottam a visítást. A kis rühes süldő megint valamivel távolabb tudta többitől. És ezt csekkézték be a farkasok. Egyszerre 4 támadtak rá. De amikor én fölütöttem a fejemet a sivalkodásra, már valamennyi disznónak fönt volt a feje. És a következő pillanatban az egész konda összeröffent, és mint egy roppant fekete henger rohantak rá a farkasokra. Képzeljenek csak el! 201 néhány disznót. Tömötten, egymás mellett. Fölemelt ormánnyal rohanni, fújva és fogcsattogtak. Szempillantás alatt elkergették a farkasokat. És a kis rühes süldőnek néhány harpáson kívül semmi baja nem történt. Én pedig sokat gondolkoztam akkoriban, hogy miért is védte meg a konda ezt az egyet, akit amúgy is kitaszított maga közül, és ezután sem fogadott vissza. De csak most jöttem rá. Azért, mert disznó volt az is. Hát látják, ezért szeretnék disznó lenni. Mert irigylem a disznóktól a szolidaritást,
ami az én emberi falkámból hiányzik. Mi tanokat hirdetünk, és jelszavakat halmozunk jelszavakra, de közben mindenki csak önmagával törődik. Nehogy a kis ujját is mozdítaná másért. Ha akkor ott az erdő, az én disznófalkám is úgy viselkedik, mint ma az emberi társadalom, rendre az egész falkát fölfalhatták volna a farkasok. Mint ahogy az embert is fölfalja rendre a gonoszság és az őrzés. Lázár Ervin. A csodapatika. Mit nem képzel? Ordított első bevőjére torka szakadtából Rima pénteki rimai péntek vadonatúj patikájában, amit éppen az imént nyitott meg Rima péntek főterén. Hogy mit képzelek? Talán nem az van kiírva maga boltjára, hogy patika? De az, mondta Rima pénteki rimai péntek. Akkor meg mit ordítozik itt, ha aszpirint kérek? Hol kérjem, hanem egy patikában? Az is ki van írva, ki a cég tulajdonos, mondta fölényesen Rima pénteki rimai péntek. Mit érdekel engem a cég tulajdonos? Háborgott az első vevő. Nekem aszpirin kell és kész. Csak nem képzeli, hogy egy rimai péntek olcsó aszpirinokat, fejfájás elleni porokat, lábizadás gátlókat, lázcsillapítókat és popsikenőcseket árul. Mi a szözt árulna mást egy patikában? Mérgelődött az első vevő. Embernek fia! Mondta kisé lecsillapodva Rima péntek, rimai péntek. Ez nem a test, ez a lélek patikája. Az első vevő szemében érdeklődés csillant. Lelki bajok ellen? Igen, mondta Rima péntek, rimai péntek. Ekkora már teljesen elvállalkott a mérge. Szinte kedvesen nézett az első vevőre, ami az ő esetében elég megazó. Tisztelt barátom, folytatta kisé ünnepélyesen. Mivel ön az első vevő, bármit vesz, ingyen kapja. Válasszon! Hogy őszinte legyek, toportott izgatottan az első vevő. Nem teljesen értem, hogy mire lehet gyógyszert kapni az ön patikájában, bár reménykedem. De reményemet ki sem merem mondani. Mondja csak bátran, biztatta Rima pénteki rimai péntek. Ne talán irítség, gőg, nagyképűség, gyávaság, kár, öröm, rossz indulat. Rima pénteki rimai péntek átszellemült arcát bólogatott és folytatta. Megkicsinyesség, kabzsiság, álszerénység, alamúsziság, pénzsóvárság, torkosság, tohonyosság, lelkirestség és mindenféle eltévjeldés, áltok és gonoszság ellen vannak írjaim, balzsamjaim, csepjeim és pasztilláim. Ez nagyszerű! Uram, bocsásson meg, hogy az imént emeltebb hangot merészeltem megengedni magamnak, akkor még nem tudhattam, hogy maga egy zseni, az emberiség megmentője. Egyúttal az én megmentőm is. Házsártosság ellen is van gyógyszere? Van, mondta gyanakodva Rima pénteki rimai péntek. Tetszik tudni, van egy házsártos, irigy, lusta és nagyképű feleségem, egy kicsinyes kabzsinapam, egy torkos, tohonya, pénzsóvár ipam, egy alamuszi ányikám, egy kárörvendő bácsikám. Mindenkinek, ami jár, ír, balzsam, pasztilla, egyre meg csak használjon. Rima pénteki rimai péntek vakarta a feje búbját. Van egy bölkenő, mondta. Engem már semmi meg nem állít, hogy megmentsen feleségemet, ipamat, napamat, ányikámat, bácsikámat. Bármit megteszek a gyógyszerekért, halljam azt a bökkenőt. Annyicska csak, mondta Rima pénteki rimai péntek, hogy a gyógyszert mindenkinek magának kell kikérni a bajára, különben nem használ. Úgy érti, tátotta el a száját az első vevő. Úgy, mondta Rima pénteki rimai péntek. Hát azt várhatja, mondta elszomorodottan az első vevő. Mit? Hogy mondjuk a feleségem ide jöjjön és gyógyszert kérjen házsárt, lustaság és nagykép ellen a saját maga számára. Mert miért ne történhetne meg? Mert azt hiszi magáról, hogy jóindulatú, szorgos és szegény. Éppen rólam állítja azt, hogy lusta, beszekedős és nagyképű vagyok. Állok rendelkezésére, készségeskedett Rima pénteki rimai péntek. Kérjen csak bármennyiből, egy szempillantás alatt meggyógyul. Csak nem gondolja, hogy igaz.
Még hogy én irigy, még hogy én lusta, még hogy én nagyképű, nevetséges. De veszekedősnek csak veszekedős. Velem is mindjárt veszekedni kezdett, ahogy belépett. Ember! Maga veszekedett! Legjobb lenne, ha bekapna valamit a híres gyógyszereiből veszekedőség ellen. Maga nagyképű fajankó! Takarodjon innét, mert úgy kivágom, mint a sinc! Ordította át magát Rima péntekiri mai péntek. Az első bevő sem volt rest. Visszaordított. Egy darabig válogatott sértéseket ordítgattak egymásnak. Aztán az első bevő megunta. Nagy délrel durral besapta maga után a patik ajtót. Dur. Hát, ha mégis igaza van, gondolta Rima péntekiri mai péntek. És be kéne vennem valamit hirtelen harag ellen. Ugyan? Legyintett azonnal. Nem hirtelen harag ez, csak igazságosság. Igazságos vagyok. Annyi az egész. Abból meg kár van neki gyógyulni. Nem is vett be semmilyen tablettát. Leült, várta a vevőket. Jöttek is, de mind másnak akart venni az írokból, tablettákból, balzsamokból. Saját magának egyik sem. Minek? Hisz nekik aztán semmi hibájuk sincs. Lassan-lassan el is maradoztak a vevők. Nem akadt senki Rima pénteken, aki beismerte volna magáról, hogy kicsinyes, kabzsi, lusta, gonosz, torkos, tohonya, pénz, sovár, lelkirest. Nem tudom. Ha te Rima pénteken jársz, bementél volna Rima pénteki rimai péntek patikájába? Igen? Nem. Mert így aztán fölkapott az előszegény patikusnak. Írjai megpimpósodtak, balzsamjai megpenészettek, pasztillái szétforlattak. Ő maga meg búvában bánatában elbújdosott. Ma sem tudja senki hol van, mit csinál. Ha csak a babbárci nem. De ő mélyen hallgat felőle.